második népművészeti nemzeti szalonon vagyunk, aminek Lélekformák címet adtuk. 199 alkotónak a munkáit látjuk itt három nagy teremben. Olyan családokat mutattunk be, ahol több nemzedéken át, sokszor már akár 300 éve ugyanazt a mesterséget, ugyanazt az üzenetet rakják bele a tárgyakba, és ezek a tárgyak ma is élnek. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy az úgynevezett vizuális művészeti ágak évente bemutatkozhassanak egy ilyen vetésforgó szerint, és ezek egy minél szélesebb seregszemlévé nőjék ki magukat, ahol az elmúlt éveknek a legfontosabb eredményeit, trendjeit tudjuk bemutatni, egy minél nagyobb merítéssel, minél több kiállítóval, minél szélesebb közönséget vonzva, és ebben az évben a népművészeti már másodszor tud bemutatkozni a nagy közönség számára. Egy erős víziót szeretnénk felvázolni, vagy érzékeltetni a ma emberének, hogy mennyire fontos az anyanyelvű kultúránk, és nem csak a tárgykultúránk, hanem minden, ami hozzátartozik a népművészethez, mert olyan megoldásokat kínál, ami a mai modern életben szerintem borzasztó fontos dolog. Például a fenntarthatóság, az a fajta ökogondolkodás, hogy hogyan élhető a világunk hulladékok nélkül, mi az, amit mi magunk meg tudunk csinálni, mennyire részesei lehetünk az alkotási folyamatnak. Kortárs művészeket, festőket, grafikusokat, szobrászokat, iparművészeket kértünk meg, olyanokat, akik vállaltan a magyar hagyományból, a magyar népművészetből építkeznek, annak a gyökereiből hajtanak ki a műveik, és mellé, párhuzamban ezek mellé, az alkotások mellé raktuk a mai kézművesek munkáit. Az elmúlt, most már 5 évtizedben fölnőtt egy olyan nemzedék, egy művész nemzedék, és az ő tanítványi körük, akik ezt anyanyelvi szinten tudják folytatni. Egy olyan üzenetet hordoznak ezek a tárgyak, ami tulajdonképpen a világot tudja modellezni. Mondhatjuk azt, hogy itt egy világmodellel találkozhatunk, ami a világ működését segít megértetni és közelebb hozni a befogadókhoz. Ami talán a számunkra legfontosabb, a jövő terme, ahol 33 krisztusi korú fiatal mutatkozik be. Az emberek többsége úgy áll hozzá, hogy hát ez valami múltbeli dolog, egy társadalmi réteghez, a parasztsághoz kötődik, annak a munkatevékenysége és életmódja radikálisan megváltozott a 20. századtól, tehát igazából a mai modern világban nem nagyon van létjogosultsága. Mi viszont azt látjuk, nem csak ezeken az alkotókon keresztül, hanem pontosan a családjaikon, vagy azokon az iskolákon látjuk, ahol ilyen szellemiségben oktatják a gyerekeket, hogy ez egy nagyon is élő dolog, és nagyon is a jövőbe mutató dolog. A fotós és a filmes teremben az volt a szándékom, hogy bemutassuk azt a folytonosságot, ami a jövő nemzedéknek ezt a műfajt, ezt a kultúrát és a mögötte lévő szellemiséget fenntartja. Mohos Zsófia egy rendkívül népszerű, nagyon sikeres kortárs fotós, aki palóc népművészettel foglalkozik. Egyrészt egy Nógrád megyei faluban, másrészt egy délvidéki faluban, ahova felvidékről telepítettek palócokat, és őrzik a hagyományt. A mögötte lévő Marosvásárhelyi Nagyboton pedig egy ezzel talán pont ellentétes arculatot mutat meg, azokat az embereket mutatja meg, akiknek a tekintetére, a testbeszédére, a környezetére rá van írva az az előző korszak, amit átéltek, megszenvedtek, és annak ellenére a kultúrát megtartották. És a harmadik teremben Bányász Anna, a Momén most végzett fotós, fotóművész látható,
akinek az édesapja és a családja Gyergyói medencében egy családi gazdaságot, egy mintagazdaságot visz, mivel az édesapa lelkész végzettségű, egy csodálatos székely nyelven, de a református teológia szintjén tud az ökológiai gazdálkodásról beszélni, és nem csak beszél róla, hanem ezt csinálják. Az Anna pedig ezt fotózza olyan szeretettel, hogy itt is indokoltnak tartom azt a sikert, amit ő a fotóival elért. Itt, ahogy körbenézünk a tárgyak között, akkor látjuk, hogy a 21. században használható és modern és a mai életünkhöz hasznos dolgokat találunk, illetve olyan gondolatokat, olyan távlatokat, amik tényleg nem csak a múltba révednek, hanem azt tudják mondani, hogy itt és most mire vagyunk képesek, hogyan tudjuk az életünket úgy berendezni, hogy az otthonos legyen, és a sajátunknak érezzük, és hogy milyen irányba gondolkodunk tovább. A magyar hagyományok úgy tudnak tovább élni, hogyha vannak fiatalok, akik erre vevők, és ezeket a fiatalokat már nem lehet megetetni, ők már nem a vitrinnek, nem a múzeumoknak dolgoznak, hanem igenis csak olyan irányba hajlandóak menni, aminek látják az értelmét, és megérinti őket egyúttal lelkileg is. És én nagyon bízom abba, hogy az ő kezükbe oda tehetjük a magyar hagyomány, a magyar kultúra jövőjét. 100 év múlva is lesz még élő népművészet.